Egy év kihagyás után rendezett ismét felkészülési tornát a nyíregyházi férfi kosárlabda csapat. A Gergely Tamás emléktornán a hazaiak 75-66-ra legyőzték a budapesti Honvédot, majd 67-64-re kikaptak a Tiszaújvárostól. A záró meccsen a szlovák első osztályú Kassa ellen léptek pályára fazekasék, akik 91-79-en nyertek a vendégek ellen, így körbeverést követően a házigazda nyerte meg a tornát. 100%-osan ugye akkor lettem volna elégedett, ha megnyerjük a harmadik meccset is, de igazából előtte is elmondtam, hogy nem az a lényeg, hogy hány mérkőzést nyerünk, hanem az, hogy ez mennyire szolgálja a felkészülésünket. A legszebb játékot az utolsó mérkőzésen a legerősebb csapat a Kassa ellen mutattuk. Nagyon örülök annak, hogy igazából felnőtt profi játékosokkal tudták fölvenni a harcot a játékosaink, és nem maradtak alul a 17 éves játékosaink sem a Kassa felnőtt csapatával szemben. És egy nagyon szép mérkőzésen tudtuk befejezni a tornát. És úgy gondolom, hogy tökéletesen szolgálta a mi felkészülésünket, amiért a tornát végül is létrehoztuk. A kosaras hétvége zárásaként vasárnap rendezték meg az országos streetball sorozat nyíregyházi tornáját. A Kossuth téren 49 csapat lépett pályára. A kategóriák győztesei bejutottak a budapesti döntőbe.